Hölgyeim és uraim, kedves vendégeink! Szeretettel köszöntöm Önöket úgy a házigazda Szent Adalbert Központ, mint a szervező Laskai Josvát Antikvárium nevében. És örömmel köszöntöm mai előadónkat, Lázár Saroltát, aki régészként és történészként a Magyar Nemzeti Múzeum Balassa Bálint Múzeumának munkatársa. Fogadják őt szeretettel! Én is nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatóságot. Úgy érzem, hogy mindenek előtt magyarázattal kell szolgálnom, hogy önöknek, hogy hogyan is kerültem én az esztergomi céhek közelébe a céhekkel kapcsolatban. Hiszen akik ismer... Nem jó? Húha. Így mehet? Nem mertem. Köszönöm szépen, nem mertem. Így most jobban lehet hallani. Jó. Hiszen akik ismernek, azok általában gödrökben, árkokban, szelvényekben, feltárásokon láthattak az elmúlt évtizedekben, hiszen alapvetően régészként dolgoztam a múzeumban. Azonban a munkálkodásomat még az őskorban hivatalosan helytörténészként kezdtem a múzeumban, és mind a mai napig a helytörténeti gyűjtemény kezelése, gondozása a feladataim közé tartozik. A helytörténeti gyűjtemény egy kicsiny, ütősnek mondható, szerteágazó, rendkívül változatos szelete a múzeum igen gazdag anyagának. Ebben az anyagban számomra a legkedvesebb hozzám, a legközelebb álló a céhek emlékanyaga lett. Ezek tulajdonképpen, amikor elkezdtem a munkát a múzeumban, akkor a feldolgozásnak is neki láttam. Széhenként megpróbáltam a céltörténetet főképpen az írásos dokumentumok alapján közzétenni, azonban aztán az élet másképpen hozta rengeteg minden egyéb teendő akadt, és így ez egy kicsit háttérbe szorult. Ezen az estén a széhes gyűjtemény számomra legérdekesebb, izgalmasabb darabjait hoztam el önök elé. Ezen keresztül szeretném bemutatni önöknek ezt a régen letűnt világot. Ebben Horváth Orsolya kolléganőm nagyon szép felvételei lesznek, tárgyfotói lesznek a segítségemre. A középkori esztergom céheinek az emlékanyaga a török korban szinte nyom nélkül néhány szorványos írásos adat kivételével elpusztult sajnos. A 17. század végén újjáalakuló, újjátelepülő városban rögtön azonnal a céhes szervezkedés, a céhek újjáalakulása is megindult. Azonban ekkor még ne gondoljunk nagy lélekszámú, jelentős gazdasági erőt képviselő társaságokra. Ezek bizony pár mestert magukba foglaló kicsiny közösségek voltak. Terület, illetve szakma szerint szerveződtek a céhek. Tehát ott, ahol nem volt eléggé nagy az erő, ott az esztergom különálló városrészeinek lakott mesterek álltak össze. Inkább csak a királyi város mesterei tudtak önálló széheket létrehozni, illetve a másik ilyen összekapaszkodási lehetőség a rokon széhek összeállása egy cébe volt. Aztán, ahogyan az anyagi erő gyarapodott, egy ellentétes tendencia kezdődött, éppenséggel a szétválásé magyar és német célre, és hát ez bizony, ez a párhuzamos élet, párhuzamos lét számos konfliktus forrása is volt a 18-19. Század folyamán.
az anyag megtekintését, az ismerkedést az anyaggal kezdjük a szervezeti élet emlékanyagával. A céhek legfontosabb irata, nélkülözhetetlen irata a céllevél, privilégiumlevél, alapszabályzat volt. Ez tulajdonképpen, ez a dokumentum, ez ennek a megléte tette hivatalossá a mesterek összeállását, a céhet. A céllevél alapvetően a mesterség kitanulásának a módozatait, a mesterség gyakorlásának a különböző vetületeit és a mindennapi élet számos területét szabályozta. Azt lehet mondani tulajdonképpen a mesterek életét az inas évektől a halálukig beszabályozta. Kiterjedt a vallási életre, esetlegesen a városi közéletben való részvételre, például a tűzoltásban való segédkezésüket is taglalták, de az áruellátás, betegsegélyezés, özvegyek sorsa és a mesterek eltemetésének a módozatait is, a mesterek eltemetését is pontokba foglalták ennek azt, hogy ez hogyan kell megtörténjen. Ezt nagyon érzékletes szóval a mester eltakarítatásának nevezték, gyakran így szerepelt. A kiváltság levelek közül a régebbi típusúakkal kezdeném. Ez egy bőrkötésű, általában mindegyik céllevél könyv formájú. Ez egy bőrkötésű forma, a Szűcsök céllevele 1694-ből. A nyitó oldalán a céllevél kiváltását kezdeményező mesterek neveivel. A következő oldalakon pedig szépen pontokba, cikkelyekbe vagy artikulusokba szedve következnek a szabályzat fontosabb elemei. Ezt a céllevelet azért szeretném bemutatni csak önöknek, ez a Pintérek céllevele 1799-ben keletkezett, mert nagyon érdekes, nagyon szép díszítéssel ellátott rajzos cím oldala van. Nagyon kedves jelenetet láthatunk a nyitó oldalon, és még a következő oldalt is szépen díszítették. A célevelek rendkívül változatosak voltak, általában egymástól vették át a szabályzatokat, ez főcég, alcég, filiális kapcsolatokat is jelentett, tehát a továbbiakban is megmaradt a kapcsolat az egymásnak a privilégiumot átadó céhek között. Azonban ez a folyamat megakadt a 18. század második felében, ugyanis Mária Terézia bekérette az addig különböző kiállítású, különböző jellegű, tartalmú céleveleket, és egységesítette azokat. A tartalmi egységesítés formai, külső megjelenésben is egységesítést jelentett. Ezekből az egységesített privilégiumlevelekből szeretnék kettőt bemutatni önöknek. Ez a Molnároki 1817-ből. Majd mindegyik változatlanul könyv alakformájú szép bársony díszkötésben, az uralkodó függőpecsétjével, a kezdőlapok és a zárólapok általában pergamenből készülnek, kézírással, latinul az uralkodó titulusa látható.
A belső lapok már papírból készülnek, vagy magyarul, vagy németül, kézírással, vagy nyomtatva, az egységesített cikkelyeket tartalmazzák szépen sorban. Ez a másik, ez a henteseknek az 1846-ban kiadott céllevele, hasonlóan néz ki, csak piros bársonykötésben, itt is a címoldal, és ez már nyomtatott. Még a céllevelekhez annyit fűznék, hogy nagyon fontos a céllevelek záradéka, ugyanis akkor lépett igazán életbe, hogyha azt a megyegyűlésen vagy a városi tanács ülésén kihirdették, és láttamozták, engedélyezték. A kihirdetés az artikulusok felolvasását jelentette. Cépecsétek következnének, melyek szintén a céget, mint testületet jelképezik. Ez a Szűcsök 1691-ből való pecsétje. A pecsétek köriratában a C neve található általában, évszámban előfordulja az évszám magában a középmezőben látható. Általában a védőszent, vagy egy termékképe, vagy a mesterség szerszámai láthatók rajta. Na, egy pillanat. Igen, itt egy kicsit szemből jobban látszik, itt két oroszlán egy állati bőrt tart. A következő a Kádárok pecsét nyomója 1699-ből. Itt ugye nagyon szépen megkomponált szőlőfürtök között a Kádár szerszámok, és az évszám az itt nem a feliratban, hanem a rajzos részen található. A következő a Csizmadiák, az Egyesült Csizmadia C pecsétje 1731-ből. Ennek a lenyomatát is meg tudom mutatni önöknek Szent István alakjával és Csizmadia és csizmák képével, tehát a termék képével. A gyógyszerész C pecsétjének sajnos csak egy lenyomata maradt meg a gyűjteményben, 1719-ből való. A C-nek az egyik legfontosabb tárgya a céláda volt tulajdonképpen. A céládának kettős funkciója volt, volt egy gyakorlati és volt egy eszmei. A gyakorlati az leginkább az úgy közelíthető meg, hogy tulajdonképpen ez mint egy páncélszekrény úgy működött, a C értékeit, a pecsétet, a pénzét és az iratait őrizték benne. A céláda ugyanakkor a céhet, mint testületet is jelképezte. A céládát a vagyonosabb céhek esetében a céházban őrizték, azonban az esztergomi céheknél nem ez volt a gyakorlat, hanem a cémester, a mindenkori cémester házában őrizték. A cémester a cé választott elöljárója volt, évenként a nagygyűlésen választották meg a cémestert. Általában a legvagyonosabb, befolyásosabb mestert választották meg. A céládát, tehát itt őrizték, két kulcsa volt, az egyik kulcsa cémesternél volt, a másik az ifjabb vagy szolgáló mesternél vagy dékánnál, ezek mind a három elnevezés ugyanazt a tisztséget jelöli. Tulajdonképpen mai szóhasználata titkárnak nevezhetnénk az ifjú vagy szolgáló mestert, mindig az egyik legifjabb, a legrátermettebb, legügyesebb, legszolgálatkészebb mestert választották meg. A cégyűlések a nyitott céláda, a céláda felnyitásával kezdődtek, és minden szó különös súllyal bírt, ami a nyitott céláda előtt hangzott el. Ezek a mondatok kerültek be aztán a jegyzőkönyvekbe, számadáskönyvekbe, ezeket nagyon gondosan feljegyezték.
A büntetések jelentős része is abból származik, hogy a nyitott széláda előtt bizony még nem is csak, hogy a káromkodás, de az ellenkezés vagy rossz kifejezések, vagy rossz mondás a mestertársakra is tilos volt, és nagyon kemény büntetésekkel sújtották ezt. A C gyűlés a céláda bezárásával zárult. A céládát az új mester választásakor nagyon díszes ceremónia közepette hordozták át az új szémester házába. Itt egy régebbi típusú C ládát látunk, ez a Szűcsök ládája 1733-ból, évszámos, hogy szépen olvashatjuk. Ez egy festett, egyszerűbb faláda. Ja, bocsánat. A belsejét tekintve látható ott az a kis ügyes rekeszke, amiben az eldugandó tárgyakat elhelyezték. Egy következő céláda már a 19. századból való, ez már 19. század közepéről való, ez már díszesebb, gondosabb kivitelezésű. Felhívnám a figyelmet a tetején látható úgynevezett koporsó alakú részre, amely titkos rekeszeket rejtett. A ládában belül is voltak rekeszek, illetve az oldal felhúzásával egy alsó titkos rekesz is láthatóvá vált. Erre irodalmi adat is van, történeti adat is van, hogy ezekben az ilyen alsó rekeszekben a C-levelet tartották, igen-igen féltették. Tehát tulajdonképpen nagyon gondos munka eredményezés, tényleg mint egy páncérszekrény úgy védte a C-tárgyait. A gyűjteményünkben sajnos nem maradt C-zászló, de mindenféleképpen említést kell tenni róla. A középkorban a C-zászlók egyértelműen a C katonai szerepéhez kapcsolódtak. Hát, eléggé köztudott, ha ismered az iskolai tanulmányainkra utalok, hogy a céheknek ugye a városfal egyes szakasztalinak a védelme volt a feladata. Hirtelen most a kolozsvári Betlen bástya jut eszembe, lánykori nevén Szabók bástyája. Ez a feladat a törökkor után megváltozott, és a vallásos gyakorlathoz kezdett kapcsolódni, a vallásos jelleg került előtérbe. A C-zászlókat változatlanul csináltatták és használták, azonban leginkább csak körmeneteken, illetve a mesterek temetésen nőtt meg a szerepük. Egyébként a plébánia templomban őrizték. Általában a C-védő szentje volt látható rajta. A következő tárgyunk, érdekes tárgyunk, ez egy C-jelvény. Az ácsok használták a 19. században. Ezeket a céljelvényeket vagy a C-házra, vagy a legény szállásházra helyezték ki. Ez festett rézlemezből készült, és ágyszerszámok láthatók rajta. Ezzel jelölték, adták meg az épület jellegét. Nagyon szép tárgya a gyűjteménynek a néhány C-kancsó, C-korsó. Itt az esztergomi céheknél általában vörös rész korsókat, kancsókat használtak, de a Dunántúlon egyéb városaink céhei inkább cserép kancsókat részesítettek előnyben. Ezek a C-kancsók ugyancsak a testületet jelképezték, a gyakorlati funkciójuk nagyon profán volt, ezek boros kancsók voltak. Az igencsak gyakori ebédeken, lakomákon ebben szolgálták fel a bort, ez került az asztal közepére.
Tulajdonképpen azért meg kell említeni, hogy ugye a munka az reggeltől, tehát a napvilágos részében reggeltől szürkületig terjedt, tehát igencsak összeszedett életet éltek, és minden lehetőség tulajdonképpen lehetőséget megragadtak arra, hogy egy-egy ünnepi eseményt, egy mesterválasztást, vagy más tisztségviselő választást, vagy a mesteravatást, vagy a legény felszabadítást egy kis lakomával, egy kis étellel, itallal emlékezetesebbé tegyék. Ez a kancsó oldalán, most azt hiszem, hogy ezzel nem fog látszani, az éppen aktuális C tisztségviselők névsora látszik, a Csizmadiáké 1834-ben készült. A következő szép tárgy egy C serleg, ez az ácsok serleg, ez a 18. század végéről, ez egy nagyon szép ónból készült munka, Szent József alakjával a tetején. A C serlegeknek az úgynevezett társpohár adás, vagy a keresztelő pohár megadása szokásánál volt jelentősége. A legények, amikor beléptek az ifjú cégbe, az ifjabb cégbe, a kis cégbe, akkor tulajdonképpen meg kellett tehát vendégelniük a legénytársaikat tulajdonképpen egy ilyen kellemes alkalommal köszöntötték a legényeket. Legények egymást, és hát egy kedves szokás volt itt Esztergomban, hogy a serleget kellett kiürítenie a fölvendő legénynek a többi legénytársa egészségére, addig két társa egy kis tálkát tartott az álla alá, és ahány bor cseppecske leesett, annyi pénzbüntetést kellett fizetnie. Ha nem volt elég ügyes, akkor hát egy ilyen kedves valami ez tulajdonképpen. Nem csak arra utal, hogy megpróbálták jól érezni magukat, hanem arra is, hogy az élet minden eseményét pénzbe gyűjtögetéshez kötötték, szükség is volt erre, mert nagyon sok kiadása is volt a cégnek, hiszen ezeket a tárgyakat meg kellett rendelni, meg kellett csináltatni, vagy javítatni kellett. Ha visszatérvén még a társpohárhoz, hogyha már a legény igazolni tudta, hogy ő már egy előző cégben, ahol esetleg, tehát már a vándor évei során került ez a céghez, és már valahol az saját céhében megadta a társpoharat, akkor a fogadó legények vendégelték meg őt. Tehát akkor tulajdonképpen akkor is megvolt a mulatság, csak másképp, más irányból. Egy nagyon érdekes, izgalmas, látszólag olyan kis semmitmondó tárgy ez, de valójában nagyon érdekes, izgalmas tárgy. Ez egy behívó tábla. Ez a Takácsok behívó táblája 1854-ből évszámos. A behívó tábla egy másik érdekes szokáshoz kötődik, és külön története van. Megint egy kicsikét a céhek arhaikus jellegét domborítja ki. A tábla jártatás feladata dolga a már előbb említett ifjú mester egy számos feladatai közül az egyik volt. Éppen ezért általában jólábú fiatal embert választottak, ugyanis igen sokat kellett talpalnia. Ezzel a behívó táblával járta körbe a mestereket, és értesítette őket a gyűlésekről, vagy levelet vitte nekik, vagy bármiféle egyéb értesítés ilyen úton történt. Tehát semmiféle személyes kontaktus, hogy találkozom valakivel az utcán, nem. A szolgálómester kellett kezében tartani a behívó táblát, attól az az információ, amit átadott, hivatalossá vált. Majd erre utalok a későbbiekben, hogy milyen jelentősége van.
Ez egy olyan tábla, ahol oldalra kihúzhatóak a mesterek nevei, több rétegben le van ragasztva, tehát jó hosszú ideig használták, mögé be lehetett tűzni az üzenetet, vagy pedig szóban mondta el a szolgálómester. Volt nyilván egy fedlapja is, de az már hiány, az nincsen meg, az hiányzik. A tárgyi anyag után áttérnénk néhány fontosabb irattípus ismertetésére. Az előbb említett céládába nagyon sok hivatalos irat is került. Egyrészt az inasok, legények, mesterek iratai és a C iratai is itt őrizték. Nagyon sok feljegyzési könyv, jegyzőkönyv, latin szóval protokollum, kántorkönyv, iktató könyv maradt ránk, ezek mind a cég mindennapi életének az eseményeit rögzítették. Minden befizetés, kiadás gondosan felkerült ezekbe a könyvekbe. A könyvekben nincsen időrendi sorrend, ahol érdekes módon, ahogy felnyitották, oda helyezt írták a bejegyzéseiket. Nagyon hosszú ideig, minimum 100, de van olyan, amelyik több mint 100 évig volt használatban. Egy-egy ilyen könyvecske. Az írásmód is nagyon érdekes, bizony sokszor nagyon nehéz kiigazodni rajtuk, és nehéz olvasni őket. Különböző kézírásokat találunk, kiírtabb, ügyesebb emberét, és hát kevésbé gyakorlott írásmódok is vannak. Ugyanis ekkor még az írás és az olvasás tudománya ketté volt válva. Éppen ezért, amelyik cég megtehette magának, a C-jegyzőt alkalmazott, és ő készítette el a C-leveleit, a C-gyűlési jegyzőkönyveket ő írta, és ezek általában kiírtabb, jobb írása, könnyebben olvasható anyagok. Ez a jegyzőkönyv, amiben itt belepillanthatunk, ez a C-gyártók protokolluma. Közel 100 évig használták, a mesterek neveit, beállásukat, az inas szegődtetés és az inas felszabadítást tartalmazza alapvetően, de közben, mondom, nyugodt lélekkel, két-három oldalon keresztül mondjuk mesternévsor megy, és egyszer csak egy valamikori cégyűlés jegyzőkönyvbe, utána egy büntetés bejegyzése, egy a C-zászló csináltatásával kapcsolatos elszámolások, tehát ez így mind szépen tartalmazhatja egy ilyen könyvecske. Ez a mesterek neve, itt az inasok bészegődtetésének a regisztruma, a harmadik rész pedig az inasok fölszabadításának a lengyel. A következő számomra nagyon érdekes, izgalmas könyv, ez a látszólag egyszerű, hát kicsit viseltes könyv, amely a szürszabóknak a mesterkönyve. A mester névsor tartalmazza csak tulajdonképpen, közel 160 évig használták ezt a könyvet. Az első bejegyzés 1710-ből való, és a 18. század vége felé maradnak el a bejegyzések. Nagyon, nagyon érdekes, mert ez a kis szerény külső ilyen gyönyörűséges beltartalmat takar. Minden oldal, ez a nyitó oldala, minden oldal egy-egy mester beállását őrzi. Szépen festett rajzos könyv ez. Általában egy oldalon a díszes C-beállás dátuma látható, alatta pedig előfordulnak feljegyzések a mesterrel kapcsolatosan, és a harmadik bejegyzés hát sajnos a halálát örökíti meg.
Ebből a könyvből szeretnék önöknek egy kis részletet felolvasni, magyarázatokkal fűszerezve, mert másképpen nem érthető. Azért is, hogy egy kicsit közelebb hozzam a nyelvezetet, a gondolkodásmódot és ezeket az embereket mindenek előtt, akik ezekben a céhekben tevékenykedtek. Itt előre, bocsánatom, itt egy mondatot fogok itt elemezgetni. Ez egy mondat. Az első bejegyzés ilyen hasonló szép formában Szilva Szabó András cébe állásáról szól, megelégítette a céhet, írják, azaz minden feltételnek eleget tett, ami a cébe álláshoz, a mesterré váláshoz szükséges volt. Ez 1772. február végén történt. A következő bejegyzés 1801-ből származik. 1801. esztendőben az becsületes ceh az ő kántoraira, temetés parancsolatira meg nem jelenvén, na most ez egy mondatrész, ez azt jelenti magyarul, hogy a cég kántor gyűlésére, azaz negyedévi gyűléseire és egy mestertárs temetésére ez a Szilva Szabó András nem jelent meg. Ugyanezt a tényt egy kicsit kibővíti a következő mondatrész. Ez az Szent Tamási gyülekezete szolgáló mester által parancsoltatta, es meg nem jelenvin. Kibővíti az eddigi ismereteket, hogy ez egy hivatalos megkeresések voltak, hiszen a szolgáló mester adta át neki az üzenetet, feltetőleg a behívó táblával, tehát ez egy hivatalos értesítés volt, aminek Szilva Szabó András hát fittyet hányt. Folytatódik, és meg nem jelenvin, azt felelte, hogy követköl neki vágni, szorgalmatosabb dolgai is vannak annál. Ez bizony eléggé hánya veti megnyilvánulásnak minősítetett, mire a C válasza, azért az böcsületes C örökös számkivetésbe tette Szilva András uramot, azaz kitiltották a C-ből. Szilva uram dolog tovább, önnön maga mondotta, hogy semmi hasznát sem veszi a C-nek. És ha meghal, az teste csak nem marad földszín. Most ezzel azt kell értenünk, hogy a teste, ha meghal, csak eltemeti valaki, még a cénem is, dacoskodik Szilva uram. Hogy igaza volt, az a következő bejegyzés tanúsítja, 1802-ben ugyanis, 1802. esztendőben meghalt december 5-én Szilva András, szegény Szilva uram. És miután bekerült ez a bejegyzés a mesternévsorban, nagy valószínűsége a cég temettette őt el, tehát mégiscsak igaza lett, mégsem volt annyira szigorú az örökös számkivetés. Szóval ilyen stílusú, hangulatú bejegyzések is előfordulnak, a számsorok, mesternevek és egyéb hivatalosságok között. Áttérnék a mesterség kitanulásának a folyamatára. A mesterség kitanulása az inas évekkel kezdődik. A fiatal legénykéket 10-12 éves korukban a szüleik nyilván beadták valamely számukra kedves mestertárshoz inaskodni. Ekkor be kellett mutatni a fiatalembernek a keresztlevelét, ez nagyon fontos, a privilégiumoknál elfelejtettem említeni, hogy az esztergomi céhekben római katolikus vallású egyén működhetett csak. Tehát kellett mutatni a keresztlevelét, két mester kezességet vállalt érte, hogy megfelelően fogja magát viselni,
És a 3-4 év teltével tanuló levelet kapott arról, hogy ő a mestersége alapjait elsajátította. Hogyan történt ez? A mestere házába kellett költöznie a kis legénykének, tehát szállást, kosztot, kvártét kapott, az év leteltével egy öltözett ruhát, de ezért nem csak a mester műhelyében kellett dolgoznia, hanem bizony a háznál is. Tehát igencsak be voltak fogva, hogy ilyen csúnya mai szóval éljek ezek a fiatal emberek. Hogyha megfelelőnek találták az előmenetelét, akkor megkapta az előbb említett tanulólevelet, és legényé válhatott. A legényi válás előfeltétele volt, hogy a céhében be kellett lépnie a legény társaságba. A legény társaság tulajdonképpen az ifjabb céh volt, amely leképezte az öreg vagy nagy céh, a mesterek céhe működését és szervezeti felépítését. Tulajdonképpen beletanultak a legények a céhes életbe a társaságban. A legény társaság elöljárója az atyamester volt, ő is egy választott tisztségviselő volt, egy tekintélyesebb mester. A legényeknek körülbelül 3 évig vándorolni kellett. A vándorlás az nagyon fontos része volt a tanulásuknak. Különböző mesterek műhelyeiben kellett dolgozniuk. Ők is a mesternél voltak elszállásolva. Kezdetben, amikor megjelentek egy-egy városban, akkor az atyamester fogadta őket, ő szállásolta el, vagy a szállásházban, ha volt legényszállás, ha nem, akkor magánál, és utána a megfelelő mestereknél elhelyezte. Általában egy mester 2 inast és egy legényt alkalmazott. A legények is, tehát kosztot, kvártét kaptak, nekik már csak a műhelyben kellett dolgozni, és ők fizetést kaptak. Elég sok helyen megfordultak, de 2 hétnél kevesebb időt nem volt szabad nekik eltölteniük a mesternél. A vándorlásuk tanúbizonysága az úgynevezett vándorkönyv volt, amelyben a megfelelő rovatokban minden mester beírhatta, mielőtt elbocsátotta a legényt, tovább engedte a legényt, hogy hogyan volt vele elégedve, hogyan viselte magát. Itt ez most nem látszik, hogyha esetleg, lehet, hogy nem lesz sokkal jobb, de talán egy kicsivel mégis, ez egy ilyen nyomott felülete egy vándorkönyvnek, amelyen egy ilyen vándorbottal a kezében egy vándorlegény látható. A következő tárgy egy másik vándorkönyv, erről lesz szó. Ez Keszeg Imre Szabó segéd könyve, vándorkönyve. Nem legény, hanem segéd, mert az 1872 tájékáról, 72 utánról következnek a bejegyzések a vándorkönyvben, és ekkor már a céh ipartársulattá alakult. A vándorkönyv, ez a vándorkönyv Pesten készült, és a Lánchíd szép képével díszített. Ez az oldal magyarul és németül olyan, mint a személyigazolványunkban lévő képünk, tehát tulajdonképpen egy személy leírást adnak az illető legényről. Szépen olvashatjuk a legfontosabb jellemzőket. Remélem jól olvasható az írás tulajdonképpen. Orra szája szabályos, bajusza szakálla nincsen, különös egyei sincsenek. Szeme kékes, haja gesztenye, ábrázatja gömbölű. A felsőbb lapokon pedig a különböző bejegyzések olvashatók, ugye itt a vándorkönyv kiállítása, illetve az egyik mester jegyzése, hogy mi szerint ugye
mely idők alatt magát kellően viselte, bizonyítom, aláírás, ez egy esztergomi bejegyzés 1874-ből. Ha minden feltételnek megfelelt, és azt az egy évet is még abban a cégben eltöltötte, ahova majd szeretne belépni, akkor a legényt felszabadították, bizonyságlevelet, vagy szabad, úgynevezett szabaduló levelet kapott, a legény évei lezárultak, kész arra, hogy a mestervizsga után a cégbe belépjen. Ezek közül, a bizonyságlevelek közül mutatnék néhányat. Ezt csak azért tettem be az anyagba, mert ez egy az ausztriai Eggenburgból származik a sütőcének a tanuló levele 1739-ből, azonban tessék megnézni, ha ránézünk, teljesen egy középkori oklevél formáját hozza, pergamenre íródott, tehát szinte a középkor él tovább a 18. században. A következő C-levél nagyon érdekes, ez a Mészárosok C-levele, ez Adula József részére kiállítva. 1831-ben történt a kiállítás, azonban az a nyomódúc jóval régebbi lehetett, amelyre készítették a kitöltetlen C-levelet, hiszen ha megnézzük, akkor itt ezen a részleten, a levelet díszítő esztergomi metszet részletén jól látjuk, hogy itt az 1822 előtti állapotot mutatja ez a metszet, amikor még a Várhegyen a késő barokk templom állt a Szent Adalbert székesegyház romjai között a mai bazilika helyén. A következő bizonyságlevél már 1858-ból származik, ez az esztergomi sütőcég adtak ki, állítottak ki. Az esztergomban nagyon jól csengő Enzinger Sándor nevű pék regény számára. Ha a legények... mesterré óhajtottak válni, hát bizony egy nagyon kemény procedúrán kellett keresztül menniük. Általában nagyon komoly anyagi terhet is rótt ez a legényekre. Kicsit könnyebb helyzetben voltak a C-mesterek fiai, mert ők például csak fél mestertagsát kellett fizessenek, de aki kívülről próbálkozott a C-be bekerülni, hát annak bizony nagyon sok minden feltételnek kellett megfelelni. Be kellett mutassa a már említett keresztlevelét, a tanulólevelét, a vándorkönyvét, erkölcsi bizonyítványát, városi polgárjogot kellett szereznie, ami általában háztulajdonnal volt összekapcsolva. Nagyon komoly mestertagsát kellett fizetnie, remeket kellett készítenie, és a remek elfogadása után, és a mesterlevél kiadása után a mesterlevélést fizetni kellett. Általában minden a C által kiállított dokumentum pénzfizetéshez volt kötve, kezdve a tanulólevelektől a mesterlevelekig. Két mesterebédet is kellett adnia, a kismesterasztalt a remeklés után azoknak a mestereknek a részére, akik elbírálták az ő mestermunkáját, és egy éven belül a teljes C-nek, a C összes mestereinek feleségestül, tehát egy nagy mesterasztalt kellett adni, amiben hát megvendégeli az új mestertársakat. A remekek közül néhányat tudok mutatni önöknek, a Csizmadia
Szé remekei közül következik néhány. Ezek tulajdonképpen kicsi makettek, tizenvalahány centiméteres makettek. Nem kellett egy igazi hordható csizmát készíteni, mert egy ilyen kis maketten is tulajdonképpen a fogásokat be tudta mutatni a remeklő, hogy tulajdonképpen birtokában van a mestersége minden csinyának, binyának. Ezek az 1800-as évek elejéről, közepéről származó csizmácskák. Vannak olyan szakmák, ágak, ahol a remekléshez remek rajzot is kellett készíteni és benyújtani a cének. Ez a remek rajz, ezt Brenner János készítette a Kovács Bognár cének 1846-ban. Ezt a remek rajzot a Lakatos cénhez nyújtották be 1794-ben. Itt pedig egy bútor tervrajzai látható két részletben. Végül pedig egy szép kőműves remek rajz. Ha minden rendben találtatott, minden követelménynek megfelelt a legény, akkor ugye a cég soraiba fogadta, erről mesterlevelet állítottak ki. A gyűjteményben meglepő módon nagyon kevés ilyen levél maradt. Hát ugye ennek nem tudható az oka, de bizony-bizony nagyon kevéssel rendelkezünk. Itt a Kovács Mihály csizmadiának a mesterlevele látható 1808-ból. Ezt a levelet pedig hát a szépsége és izgalmassága okán tettem a bemutatandó iratok közé. Ez egy szomódi, Komárom megyei mészáros mesternek a legénynek a mesterlevele 1820-ból. Hát az ábrázolás, amivel díszítették, amivel hát feldobták, hogy így mondjam, a mesterlevelet, az szerintem gyönyörűséges. Egy komoly kis rémtörténetet mesél el. Ugye a kackiás mészáros legény próbálja megfékezni az ellenkező szarvasmarhát. Két acsarkodó kutya segít neki ebben, és ott a kép sarkában, hát bizony ott van a mészárszék, ahova illene elvonszolni ezt a jószágot, és hát ott bizony még az előző áldozat vére is ott látható, még nincsen föltakarítva, úgyhogy egy komoly rémtörténetet mesél el a célevél alja, a díszítés, a dekoráció. Az bemutatásom végén a mesterségről néhány szót szeretnék mondani, a mesterség gyakorlásáról. Már szó került arról, hogy nagyon hosszú volt a munkaidő mestereknek, legényeknek, inasoknak egyaránt. Általában a háznál műhelyeikben dolgoztak, az egyben az üzlet is volt, és hát ezt a tevékenységet, a munka folyamatot nagyon komolyan ellenőrizte a cég. Bizonyos rendszerességgel két mívlátó mesternek volt az a feladata, hogy bejárja, sorba bejárja a műhelyeket, és ellenőrizze a nyersanyagokat, a termékeket, és nagyon komolyan büntettek, ha valamit nem találtak megfelelőnek. A városi tanács pedig időről időre árszabásokat, úgynevezett limitációkat adott ki, amelyben szépen felsorolták, hogy milyen szolgáltatásokat, milyen termékeket, mennyiért árulhatnak a mesterek. A háznál való munka szép emléke, ez a nagyon szép fazekas cégér,
a 18-19. Század fordulójáról. Fatáblára festett képről van szó, rendkívül szép, igényes, már szinte művészi igényű ábrázolás, véleményem szerint. Remélem, nem vagyok vele egyedül. Azonban az árusítás fő helyszíne nem annyira a műhelyük volt, hanem a vásár, a piacozás, a vásárhelyek biztosítása, a különböző városrészek heti vásárain fix helyeik voltak. Állandó a villongás, és a széhes iratok jelentős részében e körül folyik a csatározás, hogy ki, hol, mikor és meddig, milyen, meddig és mit árulhat a különböző heti vásárokon. Hát tulajdonképpen ennyit gondoltam elmondani, ismertetni a gyűjteményünkről. Remélem, hogy sikerült az érdeklődést felkelteni önökben, és hogyha a történelmi városaink múzeumainak állandó kiállításain eztán talán nem suhannak át a széhes termeken, de önök, kedves esztergomiak, sokkal jobb helyzetben vannak, mert itt Esztergomban, a Balassa Múzeum frissen nyílt látványtárában helyben ismerkedhetnek a régmúlt századok mesterembereinek a termékeivel. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet, ennyit gondoltam. Ha valakinek kérdése van, akkor azt föl lehet tenni, illetve igen, tessék. Eldönthették, ez az alapszabályzatban benne volt, ehhez joguk volt, és... Ja, bocsánat. Elnézést kérek, engem egy kicsit zavar, nekem idegen a mikrofon, engem egy kicsit zavar. Az esztergomi széhek eldönthették, és római katolikus vallású inasokat, legényeket, mestereket vettek fel. Az országos gyakorlatban nyilván, hogy volt kivétel, hiszen más vallásúak is, protestánsok, görögkeletiek, görögkatolikusokat, nem tudom, hogy mennyire vonatkozott rájuk, nyilván, hogy őket is bizonyos lehetséges, hogy bizonyos szűkítésekkel, de bevettek a cégükbe. Ez van. Rengeteg ellentmondás is van. Egyébként az iratok tanulmányozásán, tehát van egy, tulajdonképpen a privilégium levél egy ilyen ideális állapotot tükröz. És utána, ha az ember nekiáll jegyzetelni a jegyzőkönyveket, szinte csak kivétellel találkozik. Mégse fizeti meg, mégse úgy csinálja, mégse akkora, mégse így, mégse úgy, tehát millió, az élet alakította tulajdonképpen, a gyakorlat alakította az életüket, a mindennapjaikat. De hivatalosan, ez volt a hivatalos álláspontjuk. Igen? Igen?
Hát az a helyzet, hogy ez az ácsoké volt, ácsszerszámok vannak rajta. Én szerintem valószínűleg csak ennyi a hasonlóság, hogy a szabadkőművesség is, a szabadkőművesek is ehhez hasonló eszközöket használhattak. Nem hinném, hogy bármiféle kapcsolat lenne a kettő között. Nem hinném. Igen? Igen. Illetve, hogyha Esztergom belül nem volt elég iparos, akkor mennyire fordult elő az, hogy más városokkal, más településekkel alkottak közösséget? Úgy tudom, hogy én most mondom, hogy az ötösöknek volt Komáromban közös céget. Előfordul is, de ez ritka. Ritka, általában le tudták fedni a területüket, nagyon is vigyáztak a területükre, és inkább a mesterek számát próbálták kordában tartani. Hát ezt nehéz megmondani, hogy honnét származott, tudnék, vagy szerepel valamilyen vonatkozásban, hogy oda teszik, hogy honnét jött a mester, vagy nem, inkább nem. De tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy volt egy bizonyos fajta vonzáskörzet. Hogy honnét vették át, kiktől vették át a privilégium levelet, honnét származnak az inasok, általában inkább az inasok származásáról tudunk több adatot, ott föltüntetik, gyakran föltüntetik, hogy hol született, honnét jött az inas. Hogy aztán mejcébe lett mester, ez már nem világos, de tulajdonképpen Buda, Érsekújvár, Komárom, Győr, olykor Tata, tehát tulajdonképpen így tudnám kanyarítani azt a körzetet, amely felvevője volt tulajdonképpen, az esztergomi céhek innét szerezték a csúnya szóval az emberanyagot. Egyes városok közötti cégek között volt-e valamiféle hierarchikus rend, vagy egy teljesen önállóan működtek. Akkor volt hierarchikus rend közöttük, hogyha átvették a privilégiumukat. Tehát, hogyha mit tudom én, a lakatosok, a budai lakatos puskaműves és orrás céttől kapták a privilégiumaikat, akkor megmaradt közöttük egy érdekes kapcsolat a főcég és a filia vonatkozásában, de ez a mindennapi életben nem jelentett beleszólást, csak bizonyos vitás ügyekben előfordult, hogy nem a cégbiztoshoz vagy nem a városi tanácshoz fordultak, hanem a főcéghez. És tőlük kértek tanácsot. Tehát sokáig megvan ez a kapcsolat közöttük, de a mindennapi életben nem szólnak bele. Átadják a privilégiumot, átveszik, és onnétól kezdve önállóan működnek. De tartják a kapcsolatot. Kérdés, hogy a cégeknek a vezetői, vagy cégmesterek a rangon és a dicsőségen kívül anyagi juttatásban is részesültek, mint a mai kamarai vezetők? Vagy... Nem tudunk róla, nem. Nem, erre én nem találtam semmiféle anyagot, csak annyit, hogy választott, és inkább dicsőség dolga lehetett, meg kell, hogy mondjam, nem találtam arra adatot, hogy bármiféle, a céljegyzőt azt fizették, de a tisztségviselőknél nem találtam, tehát se a cémester, se az atyamester, se a szolgálómester nem találkoztam ilyen adattal, hogy ez valamiféle javadalommal járt volna. Igen. De,
Hát ez tulajdonképpen ez át is, tehát át is vehették más céhektől, földesúrtól kaphatták, érsektől kaphatták, és az uralkodótól is kaphatták. Tehát amíg az egységesítés meg nem történt, addig ilyen sok irányból jöhetett a privilégium levél, és akkor annak köszönik meg, és annak a kegyelméből részesülnek az artikulusokban. Tehát több eredetű volt ez. Fizetni kellett, igen, a privilégium kiváltásáért, elkészítetéséért, tehát gyakorlatilag mindenért fizetni kellett. Tehát tulajdonképpen minden lehetőséget felhasználtak arra, hogy önmaguktól, tehát a mestertársaktól, legényektől, inasoktól beszedjenek pénzt, de szükségük is volt rá, mert mindenért fizetniük kellett. Úgyhogy ez bizony komoly terheket jelentett olykor. Nem, a helytartó tanácson keresztül kapták, fizettek érte, és utána az övéké volt, és használhatták. Ha meg akarták újítatni, vagy valami egyéb változtatás kellett, vagy akkor sajnos ismét kellett fizetni, de csak egyszeri. Hát ez is nagyon változó, igazság szerint ez is megint nagyon, nagyon nehéz kitalálni. Ha van mesternévsor, és az dátumos, akkor be lehet lőni, hogy így mondjam, hogy körülbelül egy időben 15, 20, 25 vagy 30 mester tartozott a C-be, de gyakran csak a nevek említése történik, és nem lehet tudni, hogy éppen mikor volt. Elég nagy fluktuáció volt, gyakran a mesterek elköltöztek, vagy valamiféle torzsálkodás miatt átlépett egy másik célbe például. Tehát elég nagy a mozgás. Az bizonyára az is, a felvevő piac is meghatározta. Tehát nem lehetett, tehát munkát kellett, annyi mestert vettek csak föl, hogy munkája lehessen mindenkinek. Volt olyan eset is, mondjuk nem Esztergom, hanem ilyen általános széltörténelmet találtam arra adatot, hogy annyira korlátozott volt a felvevő piac, hogy csak egy mester halálával vehettek fel újabb mestert a helyére. Aztán ez is érdekes kérdés, még bocsánat, az özvegyasszonyok, a mesterözvegyek helyzete, szerepe. Van, aki maga viszi egy ügyes legény segítségével a céhet, a műhelyét, de van olyan is, hogy van egy bizonyos kis késztetés arra, hogy minél előbb menjen férhez egy legényhez, és hát így elég nagy korkülönbséggel is kötettek házasságok, közös érdek volt, a legénynek is az volt az érdeke, ha esetleg mondjuk nem volt vagyona, hogy műhelyet, házat tarthasson fenn, az özvegyasszonynak pedig egyszerűen a megélhetés véget. Tehát ilyen jellegű házasságok is kötettek. Igen, ilyen az élet. Igen. Nem tudom, ennek utána kéne nézni. Amit olvastam, az inkább egyszerűen csak az érdekvédelem. Tehát így erősebbek voltak, csak ilyen ok. Közös
Igen. Én úgy gondolom, hogy itt inkább csak az lehetett, hogy így erősebbek voltak. Lehet, hogy önmagában olyan kis... Hát volt olyan eset, hogy az esztergomi szígyártók fölvettek egy nyerges mestert a cégükbe. Egyszerűen nem volt több, és akkor egy rokon szakmához becsatlakozott. Lehet, hogy nem voltak olyan nagy számban külön-külön, viszont így együtt már föl tudták mutatni azt az erőt, ami nem utolsó sorban az anyagi erőt, ami a cég fenntartásához szükségeltetett. Hát ez egy nagyon nehéz feladat. A C tulajdonképpen, vagy kérdés, a C tulajdonképpen állandóan küzdött az úgynevezett kontárok, a C-hen kívüli mesteremberek, vagy kereskedők, vagy kocsmások, vagy bárki ellen. Tehát ez azt mutatja, hogy voltak, léteztek. Ez egy örökös harc volt, hogy kiszorítsák őket a piacról, vagy valamilyen úton, módon. Hát ellehetetlenítsék. Nagyon fontos volt a piacvédelme és a színvonalnak a biztosítása. Tehát akkor ezekre ráfogták, hogy akkor az gyengébben dolgozik, nincs meg ez, nincs meg az. Szóval ez egy állandó küzdelem volt, és hogy aztán éppen konkrét esetekben kiállt nyerésre, hát ezt a konkrét esetet kellene ismerni, de volt ilyen. Abból lehet tudni, hogy felléptek ellene. Hát gazdaságilag a városi tanács és a cégbiztos bizonyos mértékig felügyelte a céheket. Tehát, hogyha bármiféle vitás ügyük volt, akkor első fokon, hogy így mondjam, általában a cégbiztoshoz fordult, aki egy kijelölt személy volt a városi testületben, hogy ez a cégek ügyeivel foglalkozzon. Tehát inkább ilyesmivel találkoztam, hogy a különböző jogi bonyodalmak, peres ügyek, rengeteg volt, állandó pereskedésekben álltak, vagy valaki valakit megvádolt, vagy mindig voltak folyamatban lévő ügyek, inkább ebben volt első fokon döntőbíró. Gazdaságilag nem találkoztam ezzel ilyen adattal, hogy beleszóltak volna esetleg a cég belső gazdálkodásába, vagy kimutatásokat kértek volna, vagy ellenőrizték volna, ezzel nem találkoztam. Igen. Üveges cégről tudunk, igen. Esztergomba üvegesek voltak, igen. Ha jól emlékszem, akkor együtt... asztalosok, tehát nem önálló cégben, hanem ilyen szakmák szerint összegyülekezett cégben, de voltak üvegesek, igen. Igen. Hát erre nincsen adat, valószínűleg személyes ajánlások révén igyekeztek nyilván a legjobb hírű mesterekhez bejutni, mert nagyon fontos volt, hát az egész vándorlásnak az volt az értelme, lényege, hogy ezek a rendelkezésre álló idő alatt minél több mindent, fogást ellessen, hogy tanuljon a legény. Tehát igyekeztek nyilván a legjobb mesterekhez eljutni. Személyes kapcsolatok révén nyilván ajánlások útján jutottak el a jó mesterekhez. Csak ennyit tudok.
jelezte, hogy igen, igen. Uh-huh. Hát ott ez volt a gyakorlat, Esztergom esetében nem, Esztergom esetében, itt az atyamester, igen, igen, számtalan, igen, igen, számtalan, számtalan módon jutottak el a megfelelő helyre, Esztergomban az atyamestert kellett megkeresni, és indította el tulajdonképpen a legényt. Igen. Nem a megérzés. Hát megfelelő módon kellett, megfelelő nyersanyagot kellett használni, meg kellett legyenek a szerszámai, megfelelő módon kellett elkészítenie a szakmájának egy jellemző tárgyát. Tehát ez hát a privilégiumban olykor van erre utalás, illetve a limitációkból lehet megtudni azt, hogy milyen termékeket készítettek. Hát kicsit szűkösek a források, és úgy kell összeszedegetni. Bizonyára, hogy a jó minőség, tehát minőségi munkát kellett. Annyit találtam még, nem esztergomi, hanem országos irodalomban, hogy sok helyütt a mesterremek eladható termékkel, ugye itt csak maketteket láttunk a csizmadiák esetében, ahol elegendő volt a megfelelő varrásmód, a megfelelő sarok, ugye az egyik kis csizmácskán a sarkantyút kellett helyezni, ez a forma, de voltak olyan cégek, ahol az követelmény volt, hogy eladható legyen a remek utána. Tehát legyen gazdája, teljesen jó legyen, megfelelő legyen, azt el lehessen adni. Ez egy kritérium volt. Tehát ez nagyon különböző. Van erre is adat, nem is kevés, hogy visszautasítják, és új remek készítésére kötelezik. Mit tudom én, még azt is leírják, hogy fél éven belül, egy éven belül. Jó, ezt még elfelejtettem megemlíteni a mesteré válásnál, hogy nem csak a mesterebédet kell lebonyolítani, a nagymesterasztalt egy éven belül, hanem igen, jó néven vették, ha megnősül a mester, a legény egy éven belül. Úgyhogy ilyen késztetés is volt. Van erre adat, hogy bizony előfordult, hogy nem fogadták el gyengébb remeket készített a legény. Vagy ügyetlenebb volt, vagy valami hibázott, találkoztam ilyen adatokkal, igen. A kérdések számából is látszik, hogy azért nem egy érdektelen téma, és most miután elárult a Saci, hogy retteg a mikrofontól, most felszabadítanám a nyilvános válaszadástól, mielőtt elherved a kezemben a virág. Nagyon szépen köszönjük az előadást. Mikrofonon kívül természetesen további kérdésekkel lehet még zaklatni őt. Én pedig szeretném hirdetni a további programjainkat. Az előadássorozatnak a következő alkalma november 13-án csütörtökön lesz, ugyanitt, mikor is Koronkai Zoltán jezsuita atya a jezsuitákról és a jezsuiták esztergomi kapcsolatairól fog előadást tartani. Előtte, egy héttel korábban, november 6-án az Antikváriumban lesz Gróf Péter visegrádi régész muzeológus előadása, Visegrád a 19-20. Században címmel, egy nemzeti emlékhely és múzeum alapítás Magyarországon. Erről fog előadást tartani, tehát ez november 6-án. Mindkét programról találhattak a széken meghívót, és mindkét programra szeretettel várjuk Önöket. Köszönjük szépen, hogy megjelentek, és további szép estét kívánok! Thank you.